A nézőknek nívós előadásban lehetett részük a 120 kisgyermek által. Igazán örömteli nap a mai Dombavár életében, hiszen a hagyományoknak megfelelően óvodáink jöttek ma össze is. Egy vidékről érkező település is itt van, hiszen őcsény 10 éve résztvevője ennek a rendezvény sorozatnak. Ez a rendezvény 20 éve született meg gondolati szinten, és Isten igazából ma jubileumot ünnepelnek, hogyha a pandémia nem szólt volna közbe, de sajnos ez csak a 17. Külön örömteli számomra, hogy a mai nap több generációt összehoz, hiszen a legkisebbtől a legnagyobbakig, hiszen szülők, nagyszülők ott ülnek a nézők sorába, gyerekek izgulnak, hogy amit tanultak évközben sikeresen elő tudják adni. Természetesen igen, hiszen ők nem tudnak hibázni, mindig mosolyognak, és hogyha hibáznak, akkor se veszik észre, és nem adnak már erről jelet. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány tovább tud folytatódni, hiszen a hagyományon generációkat összeköt, amit említettem volt, és hogyha az idő alattában megyünk előre, akkor a szülőkből nagyszülők lesznek, és ez így megy tovább, remélem még a világ, és Dombaváron a hagyományokat ápolni fogjuk. A kolléganőimmel közösen szervezzük, így most már 10 éve mi szervezzük, de maga a program az 2004-ben indult, útjára az óvoda akkori dolgozói indították el. A mi feladatunk 2024-ben csupán annyi, hogy a nívós eseményt örökül ápoljuk, és továbbra is vigyük, továbbra is fenntartsuk. A fesztivál célja akkor is és most is a népi hagyományok ápolása és átörökítése a következő nemzedékek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nemzeti és nemzetiségi identitástudatát is formáljuk. A zene és a tánc fejlesztő hatásáról nem szabad elfeledkezni, a zenei képességek fejlesztésével intenzíven fejlődnek a gyermekek valamennyi képessége. A zenei nevelés minősége az elmúlt évtizedek alatt ugyan változott, de nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy formáljuk a gyermekek zenei ízlésvilágát és a népzene közvetítésével. Egy volt kolléganőm szavai jutnak ilyenkor eszembe. Rajtunk pedagógusokon múlik, hogyan alakítjuk ki a gyermekekben a zene, a tánc, az éneklés iránti igényüket, miként alapozzuk meg a zenei anyanyelvüket. Örülünk egymás sikerének, és tapsunkkal éltetjük tulajdonképpen a gyerekeknek a produkcióit. A nyugalmazott óvónő meghatódva nézte az idei műsort is. Én falusi környezetben nőttem fel, ahol élt a néphagyomány. Az én szüleim még gyakorolták, ugye vallással szorosan összekapcsolva. Én abban nőttem fel, és ugye mindig a pozitív oldalát hallottam. Anyukám mindig mesélte, hogy amikor a táncházba mentek, apukám is énekelte, hogy a kalapomon hármassával a rózsa. És akkor így bennem maradt. 20 éve született meg ez a gondolat, mikor egy néphagyomány továbbképzésen voltam Győrbe, és ott a Néptánc Fesztiválra meghívást kaptunk egyik Durna Szentpáli kolléganőtől, és akkor született meg az a gondolat, hogy hát itt vagyunk mi Tolna megyébe, az élő néphagyomány közepébe, mert ugye a környező falvakban még javába élt a néphagyomány. És akkor, mikor jöttünk hazafele, mert elmentünk erre a győri Dunapent Szentpáli Néptáncfesztiválra, és hazafele a buszon már beszélgettük, hogy hát ezt nekünk is meg kell csinálni. Ott született meg, és a következő évben a környező falvakból, minden óvodából meghívtuk a tánccsoportokat, élő néphagyománnyal, egy csomó népi játékkal, a gyönyörű viseletekkel, a népviselettel, és hát nagyon-nagyon jól sikerült. Most meg már ugye kibővült a német hagyományokkal is, most meg azért mondjuk, hogy jól sikerült, mert közös magyar-német hagyomány együtt. Talán a néphagyomány és városban annyira nem él, mint faluba. Kell hozzá egy összefogó, vagy egy összetartó erő, aki biztatja őket. Meg hát abból azon múlik minden, hogy szeretik-e a néphagyományt. Azt viszont nem lehet elfelejteni, mert az a múltunk, a jövőnk. A sárközi kultúrát képviselő Őcsényi Egyesülettel 10 éve szoros az együttműködés, és a jövőben is így terveznek tenni. Folyamatosan meghívást kapunk erre a rendezvényre, amit mi nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen veszünk részt minden egyes alkalommal, minden évben, mert ezekkel a tündéri kisgyerekeknek táncolni és gyerekekkel együtt táncolni, azt hiszem, hogy ez mindent megér. A gála után az intézmény aulájában folytatódott közös táncházzal a nap.